Jó estét kívánok, köszöntöm az Almádi magazin nézőit. Ma esti adásunkban meghívjuk Önöket a Léleklaborba, ahol egy hét múlva castingot tartanak, hiszen keresik a legszebb lányokat, a részletekről mindjárt beszámolunk, mindahogy elhívjuk Önöket a Bakony Expóra is, ahol többek között az almádi vállalkozók is bemutatkoztak. Ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk, és akkor nézzük, hogy mi is lesz a Léleklaborban, 24-én. A szép lányokat várják méghozzá nem csak Almádiból, hanem a megye bármelyik más településéről, hiszen ebben az esztendőben jubiláló Miss Alpok Adria szépségverseny keresi a következő 2019 éves versenyre a legszebb lányokat. Bárki jelentkezhet, de minden más információt elmondunk. Alexandrával a Léleklaborban beszélgettünk. Itt, ahol beszélgetünk a Léleklaborban, néhány nap múlva, hát egészen pontosan 24-én szombaton, azt hiszem, hogy nagyon sok szép lány lesz. Most egy van itt velem szemben, de nagyon sokan lesznek, mert egy castingot szerveztek. Tulajdonképpen kinek szól ez a casting? 14-től 26 éves korig lányok tudnak jelentkezni. A Miss Alpok Adria Veszprém megye Széperről van szó. Tavaly évben is én szerveztem a szépségversenyt, ebben az évben került megrendezésre, volt egy középdöntő, ami itt Balaton-Almádiban volt, a Hungos Hotel Bar Resortban, és volt egy döntőm Tapolcán Pelion szállodában. Mi lesz akkor, hogyha nagyon sokan jelentkeznek, egy napot szántatok ide Almádira? Balaton-Almádiban itt 15 órától 17 óráig leszünk. Aha. Na most, ha jelentkezik 60-80 lány, akkor ezt... Hát akkor csúszni fogunk. Az jó lenne. Így van, ez nagyon jó lenne, és akkor addig leszünk itt, amíg nem végzünk az összes lányán, hogy bekasztingoljunk őket. Azt azért mondjuk el, hogy aki jelentkezik erre a castingra és eljön majd a Léleklaborba 24-én szombaton, 15 órára legalább, akkor mivel készüljön? Kell egyáltalán készülni valamivel? Én ezt mondom, hogy a lányok olyanok legyenek, amilyenek, nem kell kisminkelni magukat, alapsmink, az a lényeg, hogy természetes legyen és adja önmagát. Nem kell megjátszani magát. Alexandra, ki fogja elbírálni, hogy közülük ki a legszebb, aki bekerülhet? Mert ugye ők majd bekerülnek valahova. Úgy van, hogy lesz egy megyei döntő, ami is megen lesz kapitányszállodában. Ott kikerül három lány, aki bekerül az országos döntő, vagyis egy lány, aki bekerül az országos döntőbe, és a másik két lány kap rá lehetőséget országosan középdöntőbe részt venni, és hogyha ott is bekerülnek, akkor természetesen országos döntőbe is kerülnek be. És lesz egy nemzetközi verseny, ebben az évben Horvátországban voltunk, ott csak ennyit mondanék, hogy a Domi Andorra, ő lett a Veszprém megye Szépe, Bálpalotai lányról van szó, Dori országos versenyt is megnyerte, és így mentünk három lányjal, meg másik kettő versenyzővel Horvátországba, és Horvátországban Dori megkapta az Avonnak a külön díjat. Azért azt mondjuk el, hogy a Miss Alpok Adria szépségverseny az nem most indult, ráadásul nemzetközi, és ha jól emlékszem, akkor most 2018-ban már 30. Ez éve rendeztétek. Ez így van, 30. éve volt, hogy megkerült megrendezésre. Tehát akkor komoly súlya van ennek már. Ez így van, ez így van. Ugye nem csak magyar lányok mérkőznek itt egymással, ha szabad így fogalmazni, hanem itt az olaszoktól kezdve, szlovénok, szlovákok, stb. Jönnek. Eddig úgy láttam, a magyar lányok mindig jól szerepeltek. Az így van, igen. Szépek a magyar lányok, ezt nagyon szépek, gyönyörűek, így van. És ugye nekem szerencsém volt a Dorival, jelentkezett, beválogattam, mindjárt tudtam, hogy igen. Nagyon sokan mondták a lányok között, akik ismerőseim voltak, láttak a Dorit, meg a többi lányt, sőt, még a tulajdonos is megmondta, a licenc tulajdonos, hogy az én lányaim a legszebbek Veszprém megyébe. Hogy még egyszer rögzítsük a fontos információt, tehát itt most szombaton, 24. novemberben lesz egy casting. De itt nem álltunk meg, hanem mentek tovább. Megyünk tovább, igen. Igen, és a... Ha jól emlékszem, jön Sümeg, Veszprém, Várpalota. Így van, a castingok ezek Sümegen lesznek, Várpalotán, Ajkán, Pápán. És Veszprémben is. És Veszprémben is, így van, a Méz Rádióban leszünk. Hogy jól értsük, amilyen casting lesz itt a Léleklaborban, ugyanilyen casting lesz a többi településen, és ti fogjátok beválasztani az első három legszebb lányt? Nem, úgy van, hogy 12 vagy 15 lány lesz a döntőbe, azt még nem tudom, és a 12-15 lányból fogunk választani a megyei versenyen, hogy ki lesz az első három, aki ugye tovább jut.
Most te a Veszprém megyei lányokért vagy úgymond a felelős, a többi megyében is ugyanez lezajlik? Így van, mindegyik megyének van egy szervezője, és ugye ott is ugyanúgy megszervezik a versenyt, és ugye ott is mindenhol lány, első lány automatikusan kerül be az országos döntőbe, a többi lánynak második, harmadik helyzetnek van lehetőségére. Vannak szigorú előírások arra vonatkozóan is, hogy ki nem jelentkezhet. Hát ki nem jelentkezhet? Azok a lányok nem jelentkezhetnek, akikről készült mondjuk pornófilmbe szerepeltek, vagy aktfotozásuk volt, ami ugye nem ide való. És hogyha letalántán valaki ezt eltitkolja, de később kiderül, akkor baj van? Így van, akkor kitiltásra kerül az egész versenyen. Egyébként volt már ilyenre példa? Én nálam nem volt ilyen példa. Más szépségversenyeken tudom, így van, hogy volt. Ott volt már, én nálam még nem volt. Nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra, mindig meg szoktam kérdezni a lányoktól, ugye castingon minden. Még röviden a castingról, ugye úgy zajlik, hogy a csajok eljönnek, van egy jelentkezéslap, amit ki kell tölteni. Természetesen neki 18 év alatti, annak a szülői kíséret mindenféleképpen kellene, hogy ott legyen egy szülő, aki ugye aláírja a nyilatkozatot, hogy megengedi, hogy a gyereke induljon szépségversenyen. Azok a lányok, akik egy másik modellügynökségnek be vannak regisztrálva, nekik kell viszont egy engedélyt hozni, hogy ez a modellügynökség vagy ez a szépségverseny engedi, hogy ugye ők nálunk indulhassanak ezen a versenyen. Te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a versennyel? Te is indultál valamikor? Nem. Ez az egész ez úgy kezdődött, hogy tavalyi évben, október környékén párommal ültünk az internet előtt, nézegettünk, és láttam, hogy Miszál Pok Adria oldalát, megnéztem az oldalt, nem láttam semmiféleképpen, hogy Veszprémbe valami indulna, nekiálltunk neten keresgetni, felhívtam a tulajdonost, az Elinát, beszélgettünk, mondtam neki, hogy szeretném, hogy mikor lesz itt Veszprém megyében verseny, ő ezt mondta nekem, hogy majd, hogyha meg lesz a szervező. Röviden válaszoltam neki, hogy hát nem kell szervezőt keresni, itt vagyok én, nagyon szívesen megcsinálom. Két nap múlva megbeszéltünk, hogy felmegyek Pestre, felmentem, leöltünk, megbeszéltünk, és igazából így indult ez az egész. Nem bántad meg? Nem bántam meg egyáltalán. Van még néhány nap, hogy jelentkezzen bárki, de ennek nagyon komoly menete van. Hol lehet ezt megtenni? Interneten? Igen, vagy e-mail címen keresztül tudnak jelentkezni, a Veszprém megye szépek@gmail.com e-mail címen, vagy az én Facebook oldalamon keresztül, de viszont jobban szeretem, mikor e-mailen keresztül jelentkeznek a csajok, mert akkor el tudnak küldeni el kell küldeni 2-3 darab képet magukról, hogy mégis lássuk, hogyan néznek ki, stb. Előfordulhat, hogy a képet megnézve valaki olyan választ kap, hogy köszönjük szépen, neked nem kellene most jönni? Én úgy gondolom, hogy mindegyik lánynak van lehetősége rá, hogy jöjjön el, és ugye amikor ott van igazából bikinibe, akkor látjuk, hogy tetovált-e vagy nem tetovált, mert ugye egy nemzetközi versenyen ez nem egy tatú verseny, úgy mondom, hanem itt szépségről beszélünk. Meg tehát ugye nem nézik jó szemmel, hogy a tetovált valaki? Nem. Akkor tehát már is mondhatjuk, hogyha valakinek vannak tetoválásai és látszanak, akkor jobb, ha nem is jön. Így van. Aha. Hát azért ez elég komoly kitétel. Manapság már szinte minden lánynak van. Igen, de nem mindegy, hogy van neki egy tetoválása, ami mondjuk diszkrét helyen van, amit mondjuk nem lehet látni, ha felveszi egy bikinit, de viszont vannak olyan lányok, akik tényleg tele vannak tetoválva, ugye én úgy gondolom, hogy azok a lányoknak ezen a versenyen nincs semmi keresni valója. Hogyha valaki eljön és itt megmutatta magát, akkor tulajdonképpen itt a casting végén azt is megtudja, hogy ő most tovább került-e? Nem, úgy van, hogy az összes castingon először ugye végigcsináljuk, és miután meglettek a castingok, akkor ugye itt lesz velem egy fotós, aki lefényképezi a lányokat, mégis tudjuk közösen kiválogatni, és miután az összes lány megvan, megvannak a castingok, akkor szoktunk leülni, átbeszélni, melyik lány az, aki ugye beszélgetünk a lányokkal, csinálunk egy kis színpadi mozgást, hogy mégis tud-e mozogni a színpadon, vagy nem. A beszédkészség az beleszámít? Az nagyon beleszámít, mivel ugye úgy van a verseny megcsinálva, hogy Veszprém megye szépe, azért is Veszprém megye szépe, mert a Veszprém megyei nevezetességekről kell beszélni lányoknak 2-3-5 mondatot a megyei versenyen. Fontos kérdés lehet még az, hogy a 24-i léleklaborbeli castingon ki jelenhet meg? Csak az almádiak, vagy jöhet máshonnan nem, is? Nem, bárhonnan jöhetnek a lányok. Ugye vannak lányok, akik mondjuk itt ezen a castingot nem tudnak részt venni, de viszont Veszprémbe el tudnak jönni, akkor ők oda jönnek. De viszont vannak lányok Veszprémbe, akik mondjuk a veszprémi castingra nem tudnak eljönni, akkor el tudnak ide jönni, vagy
ahova szeretnének, melyik casting helyszínre. És akkor a gondolatot tovább szőve, akár egy ajkai lány is megjelenhet itt. Így van. Vagy egy almádi lány is elmehet Várpalotára. Ez így van. Így a dolog lényege, hogy bekerülhessenek majd a nagy versenybe, a döntőbe. Így van. És hát persze mi abban bízunk, hogy akkor majd a nemzetközi megmérettetése magyar siker születik. Ez így van. Egyébként, aki ezt megnyeri, az mire számíthat? Komoly jutalmak vannak? Igen, ugye Horvátországban most, aki megnyerte a versenyt, Tatjana, ő kapott szerződéseket, különböző, ugye az összes elérésült ajándékba, de ő úgymond van nagyobb dolgokat kapott, mint mondjuk második, harmadik helyezett. Veszprém megye szépének is megéri lenni? Megéri, igen, mert ugye különböző ajándékok vannak, most például a castingokon az összes lány fog kapni egy kis ajándékot a különböző cégektől. És hát gazdagodnak egy nem akármilyen ez élménnyel. Van, egy élménnyel, igen. Igen, ugye rengeteg portfóliófotozás, képek, voltunk vitorlázni, az összes lány, aki bekerül a Veszprém megyei döntőbe, megyünk velük nyáron egy napos vitorlásra, és amikor itt Lélekláborba fogunk választani Léleklábor szépet, akkor az a hat lány, akinek legtöbb szavazata lesz, velük 3 nap, 2 éjszakás vitorlásra megyünk. Még egy nagyon fontos információ van, ugye ebben az évben 30 éves maga a szépségverseny, az a 2018-as évet jelenti. Bár most 2018-ban vannak itt novemberben, decemberben a különböző castingok, igazából ez már a következő esztendei versenyre szól. Így van, ez a 31. Tehát akkor ti most keresitek a 2019. Miss Alpokadria. Így van, Veszprém megye szépe. Neked a 2018-as év az a szépségversenyt illetően egy szerencsés év, hiszen második udvarhölgy lettél. Annak idején ki javasolta, hogy jelentkezz? Magadtól jöttél? Szülők, barátok mondták? Hát igazából nagyon sok mindenki mondta nekem, hogy jelentkezzek. Barátok is, a családom is nagyon szerette volna, hogy menjek. Viszont elsősorban ugye magam miatt mentem, mert nagyon érdekelt ez a világ. Aha. És magam miatt jelentkeztem. Azt kaptad a versenytől, amire számítottál? Igen, nagyon sokat kaptam a versenytől, nagyon sok új barátot szerezhettem, uh-huh. illetve sok tapasztalatot, úgyhogy igen. Talán furcsa, hogy most így mondom, hogy igazából ugye bronzérmes lettél. Ezzel mit lehet kezdeni mai világban? Hát szerintem az, hogy bronzérmes lettem, azzal is nagyon sok mindent, ugyanis nagyon sokan megismertek. És nagyon sokan láttak ugye interneten is, nagyon sokan gratuláltak utána. Mi is tovább? Jönnek a következő szépségversenyek? Hát szeretnék, igen. Szeretnék, csak ugye fokozatosan szeretnék egyre feljebb lépni, aha. és mindenképpen szeretnék még versenyekre jelentkezni. Te most jelentkezhetnél újra? Jelentkezhetnék, igen. Akkor nem jelentkezhettem volna, hogyha ugye én nyertem volna meg, az első helyezett nem jelentkezhetnék. De azt hallom, hogy nem akarsz jönni most. Nem. Most igen, most inkább segítkezem ebben az egészben, a következő évi versenyben. Inkább segítek a Szandrának. És egyébként mivel foglalkozol? Én egyébként jazz táncokon végeztem. Jazz táncos vagyok, és jelenleg most gyógymasszörnek tanulok, úgyhogy gyógymasszörnek készülök igazából. És mi lesz a következő szépségverseny, ahol elindulsz? Ezt még nem tudom, ez terben van, hogy kialakuljon. Egyébként, aki mondjuk a Miss Alpokadrián elindul, annak van ilyen kikötés, hogy nem mehet másikra? Nem. Tehát bárhol indulhatnál? Igen. És nem bántad meg, hogy eljött? Nem bántam meg, egyáltalán nem bántam meg. Mit mondanál a többi lányzónak, ugye, hogy jön a casting, hogy készüljenek? Hát én mindenkit arra biztatok egyébként, hogy ne izguljon, ez a legfontosabb. Ezt könnyű mondani. De én úgy csináltam végig a versenyemet, hogy nem izgultam, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, úgyhogy ez egy tényleg nagyon jó tanács. Aha. Viszont nyilván ugye mindenkiben megvan az egészséges izgulás. Én azt tanácsolom nekik, hogy adják önmagukat, és hogy minél barátságosabban álljanak ehhez az egészhez, és akkor sikeresek lehetnek ők is. Hadd kezdjem azzal, hogy szerintem ez a zsűri, ez, hát nem tudom, hogy hogyan döntött, de szerintem ott lett volna helyed a dobogón, de most úgy tudom, hogy nem kerültél fel a dobogóra. Sajnos nem, igen, de nem bánkódok egyébként, mert... Őszintén nem? Őszintén nem, tényleg. Vettem már részt versenyeken, eddig egyet tudtam megnyerni, az utóbbiakat nem, de nem bánkódok, mert tényleg tapasztalatot gyűjtöttem. Várja, nem egy tovább. Mi az, hogy vettem részt és megnyertem? Hol volt? A Napló Szépe, Veszprémben az újság. Ott első helyzet lettem, és külön díjas is, szerencsére. Úgyhogy ott tényleg nagyon nagy örömmel távoztam, úgymond.
Na jó, de ha valaki megnyer egy versenyt, és elmegy a másikra, akkor azért, és nem nyeri meg, csak szomorkodik egy kicsit. Egy icipicit igen, de nem tudtál venni a kedvemet, mert tényleg nagyon jó társaságban voltunk, nagyon jó, tényleg a Szandrának nagyon-nagyon sok mindent köszönhettünk, nagyon jó élményeket gyűjtöttünk, tapasztalatokat, és én két új barátot szereztem, akikkel mai napig azóta is tartom a kapcsolatot, és ez nekem sokkal többet ért, mint hogy én láttam volna az első, a második vagy a harmadik. Most a 2019-es versenyre készülünk, ugye? Benevezel? Nem. Legalábbis mindig úgy kezdem, hogy nem nevezek be, amire eljönne a verseny, hogy lehet jelentkezni, akkor mindig úgy vagyok, hogy na jó, egyfene jelentkezzünk, hát ha most idén, de egyelőre úgy vagyok vele, hogy nem. Ha jól emlékszem, akkor te ugye veszprémi vagy, de itt Almádiban voltál castingon. Igen, itt Almádiban. Miért pont ide jöttél? Igazából azt hiszem, hogy a Veszprémire nem tudtam volna elmenni, nem értem rá, úgyhogy én egy barátnőmmel jöttem le Almádiba, jelentkeztünk, viszont ő nem jött el, ő mondta, hogy nem szeretne versenyen szerepelni. Kicsit megijedt a végén. Ő megijedt lehet egy kicsit, de pedig ő is szép karakteres lány, de én meg úgy voltam, hogy nem adom fel. És amikor lejöttél itt, akkor mit kellett mutatnotok? Hogyan? Több ruhába, farmerba, utcai ruha? Volt egy utcai ruha bemutatónk, és illetve egy bikini, ahol meg kellett magunkat mutatni, és egy kis alapzenére, bikinibe kellett járnunk, hogy milyen a járásunk, úgyhogy részben ennyi, meg magunkról kellett mesélni egy kicsit. Akartam mondani, ilyen intelligencia teszt is volt. Igen, egy kicsit kellett magunkról mesélni. Melyik a legnehezebb része egyébként? Hát... nem is tudom. Az nem ciki, hogy itt ül pár ember, és akkor illegni-billegni is előttük menni? Igen, amikor hirtelen ugye így ülnek előtted hárman, vagy annál többen, és hirtelen akkor bikinibe megjelenni, és akkor menni. Egy strandon más, de... ezt akartam mondani. De egy szobába azért, igen. Egyébként te mivel foglalkozol? Én kozmetikus vagyok, úgyhogy egyéni akkor vállalkozom. Akkor szépészettel kapcsolatos a munkát. Igen, szépészeti igen. Ja, így könnyű eljönni. Igen. Fontos az, hogy a lányok miként jönnek el a castingra? Hogy jelenjenek meg? Tudsz adni valami tanácsot? Igen, azért felkészülten jöjjenek, szóval ne egy mackonandrágba, és hogy gyorsan most csak eljövök egy castingra. De nem is azt mondom, hogy sminkeljék túl magukat. A természetesség híve vagyok én is, úgyhogy inkább egy természetes szebb arc többet ér, mint egy tényleg egy kiló smink. Mondjuk ki, nagyon sokan mondják, hogy kifent leányzó érkezik be, mert azt gondolja, hogy akkor attól szép, és közben meg nem. Na, mert sok mindent elrejt, de pont ezért jó már, hogyha tovább jut, ugyanúgy vannak medencés fotózások, ott a smink le is kerülhet, úgyhogy sok minden kiderül. Ebben az esztendőben jubilált a Bakony Expo, 5. alkalommal rendezték meg a bakonyi ízek vásárát, ahol, mint a korábbi esztendőkben, most is megjelentek almádi vállalkozók, és nem csak megjelentek, hanem kiválóan szerepeltek. Ma este elsőként találkozhatnak az almádiak közül a Csalló Pálinkával, aki az ital kategóriában elvitte a nagy díjat. Lehet, hogy furcsa, amit elsőként fogok kérdezni, de lehet, hogy ez egy picikét almádi sikere is? Biztosan lehet így is fogalmazni, igen. Mi büszkék vagyunk arra, hogy itt vagyunk Veszprém mellett, veszprémi székhelyű cégként, de Balaton-Almádiban van a szeszfőznénk. Úgyhogy igen, lehet azt mondani, hiszen kevesen tudják, de az almádi értéktárban is benne vagyunk. Hát elsőként is gratulálok a díjhoz. Hiszen azért azt hiszem, ez mindenki számára örömteli, hogy kap egy ilyen elismerést. Ez teljesen váratlan dolog volt? Ez olyannyira volt váratlan, és köszönjük szépen először is a gratulációt. Ugye az, hogy ital kategóriában a zsűri díját elhozni, ez úgy gondolom, hogy aki körbesétált, és a sört, a bort, a pálinkát, a szörpöket megkóstolja, ezeket az italokat, és kiderül, hogy hát mi hoztuk el az ital kategóriát, ez büszkeséggel tölt el. Olyannyira volt váratlan, hogy én éppen a hátsó bejáraton jöttem be, és kollégának szóltam, hogy hozza ki a karszalagomat, amikor a főszervező úr mondta, hogy na jó, ő bemehet, de akkor 3:30-ra a sátorban a helye, tehát én körülbelül 5 perccel azelőtt tudtam meg, hogy jelenésem lesz. És hát ez az igazi meglepetés. Igen, abszolút, és ugye semmit nem tudtunk előre róla, tehát tényleg nem tudtunk, hogy mi lesz, úgyhogy büszkén mutatjuk itt a díjat egyébként. Egyébként én nagyon sokszor találkoztam már különböző rendezvényekkel az önök termékeivel, és ebben tényleg látom, hogy van berkenye, áfonya, megy, és sorolhatnám a bírstól a szőlőig, nagyon sokfajta. Mi az, amivel próbálkoztak, amíg nem sikerült pálinkát csinálni vele? Van ilyen? Tiszta a két kezem, és tiszta a lelkiismeretem is, hogy ezt mondom. Én a mai nap
mielőtt idejöttem volna, akkor fejeztem be mandarinnak a cefrézését. Még nem csináltunk, majd meglátjuk, hogy milyen lesz, úgyhogy ha jövőre visszajön és jövőre felteszi ezt a kérdést, vagy mondjuk egy 2-3 hónap múlva valahol találkozunk, akár egy tavaszi toros fesztiválon itt a környéken, akkor ha felteszi ugyanezt a kérdést, akkor válaszolni fogok rá. Én nem voltam itthon, amikor édesapám próbálkozott egressel, én úgy tudom, hogy az nem annyira sikerült, azt nem is, soha nem is hoztunk forgalomba, de minden gyümölcsből lehet jó pálinkát csinálni, természetesen. Mi kell hozzá, szakértelem? Megfelelő körülményeket kell biztosítani, és természetesen szakértelem kell a cefrézéshez és a lepárláshoz. Amit azért elmondanék, hogy a pálinka főzés nem a cefrézésnél kezdődik, hanem a megfelelő gyümölcs kiválasztásánál. Tehát a fa alól felszedett félig rohadt gyümölcs, az jó, abból jó pálinka nem lesz. Lehet valamilyen pálinka, de jó pálinka abból nem lesz. Ezért első osztályú élelmiszer minőségi gyümölcs kell a jó pálinka alapanyagához is. Egyszer egy pálinkás azt mondta, hogy az igazi gyümölcs, az igazi jó alapanyag gyümölcs, az pont lehullik a fáról, mert már érett, de még nem érte a földet, és röptébe kapjuk el. Ez egy nagyon jó analógia arra. Igen, tehát egy teljesen érett, gyakorlatilag piaci minőségű gyümölcsből lehet ezt készíteni. Illetve ami fontos, hogy melyik fajtából. Nekünk a medgyünk például az cigánymedgy, a körteink az vilmoskörte. Nem véletlen ezeket a fajtákat gyártjuk, mert ezekből a fajtákból lehet a legfinomabb pálinkákat kihozni. Egyébként összeszámolták már, gondolom, hogy hányfajta gyümölcsből készült pálinkát hoznak ki? Na, ez egy jó megfogalmazás. Egy picit máshonnét közelítem meg. Ha jól emlékszem, akkor legutolsó számoláskor 56 féle termékünk volt, de ebbe benne van az, hogy van a sima barackunk, és van az Eperfa hordóban élet kajszi barack is. Van a szilva, besztercei szilva, és van az Eperfa hordóban élet besztercei szilva is. Tehát így azért van egy kis átfedés. Ez annyira más egyébként? Igen, igen, mások. Tehát a hordós ízvilág, vagy a hordós érlelés egy nagyon kellemes ízvilágot kölcsönöz. Valaki ezt szereti, valaki nem szereti. Nem azt mondjuk, hogy a hordós az jobb, de mindenképpen más, mint az eredeti gyümölcsből készült. Egy olyan 26-30 féle gyümölcsből szerintem dolgozunk. Azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a pálinka nem egy olcsó ital, tehát ha valaki akar inni egy sört, megúszta 200-300 forintból, ha valaki egy feles pálinkát iszik, azért ennek a 3-4 szerese, de mégis valamiért népszerű a pálinka, főleg itthon nálunk, miért lehet ez? Hát, hogyha 200 forintból meg lehet úszni egy sört, akkor majd interjú végén megkérdezném, hogy hol. Én is nagy sörös vagyok. Én úgy gondolom, hogy egy olyan minőségi sörért, például egy India pélérért, vagy pedig egy amerikai élért, az ember hajlandó sokkal többet is kifizetni, mint 200 forint. És ugyanúgy, ahogy van alsó kategóriás termék sörben, borban, pálinkában, ugyanúgy van prémium kategóriás termék is, közép és prémium kategóriás is, mindegyik termék palettán. Mi a prémiumot képviseljük, és vannak emberek, akik szeretik ezeket, a különlegességeket, nagyon szívesen megkóstolnak egy galagonyát, egy kökényt, egy fürtös vadmegyet, egy bodzát, esetleg a herbinkánkat, ami egy gyógynövényes ital, de ugyanúgy, ahogy a sörösöknél megkóstolnak ilyen különlegességeket, a borászoknál is azért vannak elég drága borok, amiket úgy gondolom, hogy nem 300 forintért isszák meg deciét, vagy 900 forintért palackját. Önnek melyik a kedvence különben? Egyáltalán szereti a pálinkát? Nekem nagy levegő kell, hogy az összeset elmondjam. Fénykoromban még ment egy levegővel. Én nagyon szeretem a vadgyümölcsöket, és kimondottan én ezen kívül megypárti vagyok, tehát nekem a fürtös vadmegy, cigánymegy, Eperfa hordóban élelt cigánymegy, ez a trió, ez a megy trió mindenképpen a kedvencem. Berkenye, csipkebogyó, ezek természetesen ilyen különleges vonalat képviselnek, úgyhogy ezeket is nagyon szeretem, és nem olyan régen újra felfedeztem például az Eperfa hordóban élelt törpőpálinkát. Az is, annak is megvan a helye, úgy gondolom, még a különlegességek mellett is. Arra lennék igazából kíváncsi, hogy amikor kijönnek egy ilyen vásárba, mint az 5. alkalommal megrendezett Bakony Expo, akkor azért jönnek, hogy eladjanak, vagy azért jönnek, hogy még a cég ismertségét tovább növeljék? Mind a kettő. Nyilván benne van mind a kettő. Ez egy marketing lehetőség is számunkra, hiszen nagyon sokan az éttermek, bárok, hotelok vezetői itt vannak, vendégként eljönnek gyerekekkel, családdal, felfedezik a környékbeli portékákat. Ugyanakkor van egy olyan vendégkör, aki visszajár hozzánk, vásárol pálinkát, a várakozó apukák megisznak egy felest, hogyha nem vezetnek, hiszen azért elég közel a város. Úgyhogy azért mind a kettő, én azt mondom, mind a kettő számít.
meg hát ugye helyiek vagyunk, úgy gondolom, hogy itt a helyünk. A folytatásban az Almádi Rétes Ház, a Csiricsali Rétes mutatkozik be a következő percekben vezetőjével, működtetőjével, Kovásné Olá Hajnalkával beszélgetünk. Én úgy emlékszem, Hajni, hogy találkoztunk tavaly is, itt voltál, ugye? Igen, tavaly is itt voltam. Amikor úgy elhatároztad, hogy kijössz, akkor milyen célra jöttél? Nem magamtól jöttem, hanem megtaláltak az interneten keresztül, megkerestek. És gondoltam, hogy ez nekem is jó lesz, mert közel is van Almádihoz, én ott lakom, és hát elég sokan ismernek azért már itt Veszprém megyében, mert több helyen megfordulunk, előfordulunk, és szeretik ezeket a finomságokat, amiket készítünk. De mondjuk már el, hogy miket készítesz? Általában rétes pogácsát és perecet, ez a fő profil. Hát, a rétesből is sokfajta van. Igen, van megyes, mákos, túrós megyes, túrós barackos, almás, káposztás. És mi a sláger? Mit szeretek legjobban? Megyes, mákos. Tulajdonképpen attól függ, hogy milyen helyen vagyunk, mert Veszprémben például a megyes mákos szeretik. Almádiban a túrós barackos. Tihanyban szintén a megyes mákost. Ott a káposztást is nagyon szeretik. Azon gondolkodom, hogy ahogy ez fogy, mert látom, hogy viszik nagyon, hogy mi lesz akkor, ha mondjuk egy óra múlva ez mind elfogy? Azért gondoskodtam az utánpótlásról. Remélem, hogy elég lesz. Ha nem lesz elég, akkor sajnálkozni fogok. Hajni, egyébként amikor elhatároztad, hogy igen mondasz tavaly, és kijössz, és most is visszajöttél, akkor milyen cél van vezérel? Azért jössz, hogy anyagilag jól járj, vagy hogy minél többen megismerjenek? Is, igen. Szeretem azt, hogyha több rendezvényen részt veszek, és megismernek, megismerik a termékeimet, meg én ezt visszajönnek egyébként csinálni. A kuncsaftok? Igen, visszajönnek, és sőt, keresnek is. Igen. A leginkább minden szombaton a Tihanyi piacplacon veszek részt, ott vagyok, és mindig keresnek, hát sajnos most nem vagyok ott csak itt, de... Mi az, hogy csak itt? Hát azt mondják, hogy 15 ezer embert várnak. Igen. Mit fogtok csinálni ennyi emberrel? Hát szeretettel várjuk őket, és nagyon... szeretném az, hogyha meg lennének elégedve a termékeinkkel. Azt vettem észre, hogy a többi kiállító is nagyon színvonalas termékekkel jött, és beszélgettem a kollégákkal is, és szeretnek itt lenni. Szeretünk beszélgetni, szeretünk eleget tenni a kívánságoknak, mert sok ember keresi ezeket a termékeket, akár az üdítőst, akár engem, akár a kézművesek közül bárkit. Hát 141-en vagytok. Igen, igen. Nagyon finom a mangalicásnak a szavadája. Látom, mindent megismertetek már. Igen, meg is kóstoljuk egymás termékeit. Magazin műsorunk végéhez érve köszönöm szépen nézőink figyelmét. Ne felejtsék el, hogy ezt az összeállításunkat szombaton este 19 órától megismételjük. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Szép estét és jó szórakozást kívánok. Munkatársaim nevében is elköszönök. Viszontlátásra!